A társadalmi egyeztetés lezárását követően szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel egyeztetett a Belügyminisztérium kedden az iskolai mobilhasználat tervezett szabályozásáról. A megbeszélésen a Nemzeti Pedagógus Kar, a családszervezetek, a pedagógus szakszervezetek és a Magyarországi Református Egyház képviselői vettek részt. Totyik Tamás, a PS elnöke híradónknak elmondta, alapvetően egyetértenek a tervezettel, annak megvalósításával kapcsolatban azonban már vannak aggályaik. Az iskolai mobiltelefon használata világ minden országában vitás kérdés. A Belügyminisztérium szerint egyre több hazai és nemzetközi kutatás támasztja alá, hogy a diákok iskolai koncentrációjára, figyelmére, teljesítményére egyértelműen rossz hatással van az iskolai mobiltelefon használat, ami a tanárok munkáját is megnehezíti. A szaktárca elsőként digitális konzultáció keretében kérte ki a tanárok, igazgatók véleményét az iskolai mobil használatról. Ezután kormányzati egyeztetés kezdődött a családszervezetekkel, az Országos Diáktanács tagjaival, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével. A tervezet lényege, hogy a gyermekek tanulási teljesítményének javítása érdekében az iskolák felhatalmazást kapnak, hogy az iskolai mobil használatot saját házi rendjükben szabályozzák. Azt nem szeretnénk, hogy a pedagógusoknak kelljen összeszedni egy papírdobozba, és nekük kelljen megőrizni, és ezért még felelősséget is vállalni. A pedagógusok szakszervezetének elnöke elmondta, alapvetően egyetértenek a tervezettel, de a részletekkel kapcsolatban már vannak aggályaik. Elő kellene írni, hogy a diákoknak kikapcsolt állapotban a táskájukba lehet a mobiltelefon, pedagógus engedélyével elővehetik és használhatják. Amennyiben engedély nélkül használhatják, akkor a pedagógusok elvehessék azt, és majd a szülőnek legyenek kötelesek visszaadni, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a gyerekek milyen szabályt szektek. A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy a mobil használat folyamatos készültségben tartja az agyat, ami függőséget alakíthat ki a gyerekeknél. Tudjuk, hogy milyen felelőssége van a családnak ebben, és nagyon sok család itt a korlátokat nem tudja megteremteni, tehát akkor az iskolának át kell vennie ezt a szerepet, hogy egészséges felnőttekké váljunk. A tervezet szerint a diákoknak továbbra is lesz lehetőségük a mobiltelefonjuk használatára az iskolaidő előtt vagy után, szükséges esetben a szüleikkel is kapcsolatba léphetnek, illetve amennyiben a tananyag elsajátításához indokolt a mobiltelefon használata, akkor a tanár engedélyével a tanórán is használhatják. Kedden jelent meg nyilvánosan az a Belügyminisztérium által társadalmi egyeztetésre kiírt rendelet tervezet is, amely vizsgáztatná a tanárokat, a tanítókat és az óvodapedagógusokat a nemzeti alaptantervből. A PDS országos válaszmánya szerint ettől nem javulna a pedagógusok teljesítménye. Értelmetlen most egy ilyen plusz tehernek kitenni a pedagógusokat. Az erre szánt idő, amit a pedagógusoknak fordítaniuk kell, az mindenképpen növeli a kötelező terheiket, a leterheltségüket, ez pedig azt indukálhatja, hogy az az idő, amelyet az órákra való felkészülésre szánnának, abból fogják elvenni, vagy ha nem abból, akkor pedig a családjuktól. A tervek szerint a képzést és a számonkérést szeptembertől kezdődően január 31-ig kellene a pedagógusoknak teljesíteni.